Üdvözlöm Önöket! Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de nekem a hajam az egyik legféltettebb kincsem. Ezért is tartom fontosnak az ápolását. Tartsanak velem, hogy megtudjanak többet a hajápolásról. A hajtöretezettségét három fő hatás határozza meg: a külső, belső és a genetikai adottságok is meghatározzák. Külső hatások, erről beszélünk, a mechanikai, napfény és a hideg-melegnek is a hatásáról. A belső hatások lehetnek vitamin, ásványi anyag hiánya, és itt betegségekről is beszélhetünk, néha betegségek is okozhatnak hajtöredezettséget. És meghatározza a genetikai adottságaink, tudnélik a vékonyabb haj, az könnyebben megtörik, mint a vastagabb szálú. Maximálisan 3-4-szer ajánljuk a hajmosást, ez befolyásolja a hajnak a zsírossága, a hajnak az állapota, de még a hajnak a vastagsága is meghatározó, mivel hogy a vékonyabb szálú hajat ajánlottabb kevesebb szer mosni. Fontos, hogy a hajunknak megfelelő sampont válasszunk. Azt szoktam ajánlani, hogy érdemes szakembernek a tanácsát kikérni. A balzsamok, hajpakolások és egyéb ápoló termékeknek a szerepe, az főleg a hajnak a hidratálása, rugalmassá tétele és a szárazságának, tehát a töredezéseknek a visszaszorítása, vagy akár megállítása. Azt szoktam ajánlani, hogy inkább kevesebbet és jó minőségű hajápolászert szerezzenek be a vendégeim. Nem szabad például túl sok terméket felvinni a hajra, hanem szigorúan csak annyit, amennyit az előírásban meghatároznak. A festett hajnak az ápolása az általában intenzívebb, mint egy natur hajnak. Mivel hogy ez a haj kémiailag igénybe vett, és valószínűleg a rendszeresen igénybe vett hajról beszélünk, például a szőkéknél még több hidratáló pakolást szoktunk ajánlani, hővédőt, UV-védő balzsamokat, amelyek megelőzik azt, hogy a hajnak a szerkezete maradandóan károsodjon. Vannak olyan termékek is, amelyek csak professzionális használással lehet őket a haj szerkezetébe bedolgozni. Ezeket már nem lehet otthon használni, hanem ezeket csak szakembernek a segítségével. A hajvágás is hozzatartozik a hajápoláshoz, mivel egy egészséges hajnak fontos az egészségügyi hajvágás, körülbelül 7-8 hetente. Persze sokszor genetikailag is van, akinek sűrűbben, van, akinek kevésbé töredezik a haja. De mindenképpen ajánljuk a hajvágást. Fontos betartani a szakember tanácsait, hiszen minden hajtípusra más terméket kell alkalmaznunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, egy hét múlva újra várom Önöket. Viszontlátásra!